Okay, listen, the game we started is very difficult. The game that is in the final, the result is no more clear. 1-1, we take a little advantage. At this time, it's not finalized. And, we received in the first minute one goal. This is the bad news. Also, we received one goal when we have 10 players in the pitch. And the team, Meso Covedes, do intelligent game. He can clear for the final transition and the one transition. So, they put a lot of players in the middle, a lot of players, and it's very difficult to enter. For this, when finish the first half, I want to take the risk and put more strikers for if it's possible to attack more and to play with the three central defenders. I think we have three options for score, but we don't score. And after in one transition, second mistake, we receive the second goal. This is very, very dangerous. I think also continued. I think we scored one goal, good goal, but it's not possible to pass, but maybe thinking that it's offside. This is no excuse, no problem. We continued. Score two goals and also take more risk. And also we have the opportunities for score the first goal. But unfortunately, we don't score. And this is the bad news. The bad news for the supporters. We want to pass this present for this final, and we do. I think the players want to do 100%, but in the football, in different games, it's like this. Maybe we play 5 times, 6 times, 7 times. The same game, we win. But today, we win. So, when we pass to the final. Nézzétek, ugye azt tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen az első mérkőzésen ugyan egy nagyon kis előnyt tudtunk szerezni az idegenben lőtt gól miatt, de azt tudtuk, hogy még semmi nem dőlt el. És az első percekben egy nagyon rossz, úgymond hit kapott a csapat, amikor 10 voltunk a pályán, akkor egy hibánkat kihasználva gólt szerzett a Mezőköves. Meg kell hagyni, hogy intelligensen játszottak kontrákra és a védekezésre és kontrákra, ellentámadásokra rendezkedtek be. Ezt nagyjából meg is tudták oldani. Nagyon sok játékos tömörítettek középen, ezt nehéz volt áttörni. Nekünk az első fél idő után nyilván kockázatot kellett vállalnunk, átálltunk egy 3 belső védős rendszerre, több csatár volt a pályán. Ennek az eredménye annyi lett, hogy ő 3 nagyobb helyzetet számolt össze a második Mezőkövesdi gól előtt, de hát ugye jött a második gól, ami egy újabb ellentámadás után volt a második hibánk, ők ebből megszerezték a második találatot, és innentől végképp nagyon nehézé vált a helyzetünk. Ő úgy gondolja, hogy volt azért a második gól után egy érvényes találatunk, ami a játékvezetők szerint viszont les volt. Mindegy, ez nem lehet kifogás az eredmény miatt. Két gólos hátrányban még több kockázatot vállaltunk. Minden támadó a pályán volt szinte, 2-szer sikerült is betalálnunk, a harmadik találat nem jött össze. 100%-ig minden játékos ment előre, 100%-ig minden játékos szerette volna a sikert és a döntőt. Ebben a szituációban, ezzel a döntővel, a fináléval szerettünk volna kedveskedni, ezt szerettük volna ajándékba adni a szurkolóknak. Ha 5-6-7 alkalommal ugyanígy hazai pályán ezt a mérkőzést lejátsza ez a két csapat, lehet, hogy akkor mi nyernénk, vagy akkor mi nyertünk volna. Ma viszont ez nem történt meg, és a Mezőköves jutott a döntőbe. És akkor egyenként várom a kérdéseket. Várjuk a kérdéseket. Andrés? Hát akkor kérdezek én megint, hogy mi az, ami kevésbé működött a csapat játékában, mint szerette volna? What you think, what work less than you would like to see from the team's play tonight? Csak a helyzet kihasználás?
Csak a helyzet kihasználás esetleg, ami gyengébb volt, mint remélte, vagy esetleg a játékkal is voltak problémák? So maybe the efficiency in front of the goal, because we had the chances, but we only scored twice, or did you see some issues, problems with the game as well? Listen, I think for me, I understand what is the game, no? He come with one team that he have one idea, easy idea to defend him and to do the transitions. And in the first action, we receive the goal. After, to put more players in the middle is very difficult. We want to try. And, you know, we have chances and we don't score. But the problem is that if we don't have chances, maybe it's a big problem. We change a lot of things. And we want to play with the two strikers. We want to play for the size, for but he have a lot of accumulation of the players in the middle. But I think they play intelligent and win the game. The two games, I think, okay, pass the Mesocobedes, no? But in different moments, maybe we need more, lucky, you know? But I remember the game against Mesocobedes in Mesocobedes that we create chances and a lot of chances for score the second goal and then score. And today, the game is worse for us. But receive the ball all the time, a lot of players all the time, stop the game. Don't possible do the continuity for the game. But the team won't until the last minute. He want to score goal, and we have chances for this. Listen, I don't possible tell nothing with the players. They try, and now is to continue it and tomorrow to training and prepare the game against PAX. We find and we tried different things to play for the size, to play in the middle, to play direct ball, to all of these things, and you know. Football is this. Hát kicsit megfordítaná a választ. Ugye a mezőkövesd egy elég egyszerű, de sikeresnek bizonyuló futballfilozófiával érkezett, amivel persze nincsen semmi probléma. Ugye egy jól megszervezett védekezés, az ellentámadások, és hát ma az volt a helyzet, hogy egyszerűen az első percekben ezek az ellentámadások, és a legelső ellentámadásban gól is lett. Az nagy probléma lenne, ha egyáltalán nem lenne helyzetünk, viszont a két mérkőzésen azért voltak kialakítva lehetőségek. A mezőkövesd nagyon intelligensen őrizte a számukra előnyös eredményt. Középen tömörültek, ahogy ugye említette ezt, nyilván mi is megpróbáltunk variálni, operáltunk direkt labdákkal, erőltettük a széljátékot, középen egyébként jó kombinációkat is látott a csapattól, megvoltak a helyzetek, valóban a kihasználásuk nem sikerült annyira, hogy tovább is tudjunk jutni. A mezőkövesd jól tördelte is a játékot, tehát nem volt folytatólagos a meccs, tényleg intelligensen fociztak és megvalósították azt, amiért jöttek. A játékosokra az eredmény ellenére se lehet egy rossz szava se, tehát hogy nem tudja azt mondani, hogy most ez meg az nem működött. Tényleg 100%-osan mindenki akarta a sikert, mindenki akarta a továbbjutást. Hát most egyszerűen ezzel már nem tudunk mit csinálni. Szombaton jön a Paks elleni bajnoki. Folytatjuk az edzéseket, szeretnénk ott jó eredményt elérni.